Óriási a csapadék hiány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A napraforgó és a kukorica vetése már a végénél jár, azonban a szárazság, a szél és az öntöző csatornák hiánya miatt jelentős problémák lehetnek a magok csírázásában. Ez pedig az idei hozamokra is rányomhatja a bélyegét már az év elején. Nagyon súlyosan akadályozza most már a munkálatokat is, illetve a kilátások se olyan fényesek, mint mondjuk előtt 2 héttel még nagyon reménykedtünk abba, hogy ez a csapadék hiány nem fog így elhúzódni. Nagyon vártunk a múlt hét végére egy 2-3 napos csapadékos időt, amiből Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sajnos úgy kimaradt, hogy van, ahol még nyomaiban sem jelentkezett, de ahol volt is csapadék, a 3 mm-t se ért el, ahol legnagyobb eső volt is. Ez azt jelentheti most itt a tavaszi munkáknál, hogy rettenetes nagy költséggel tudjuk a magágy előkészítést elvégezni. Több műveletet kell alkalmazni ahhoz, hogy olyan legyen a talaj, hogy abba a magot el lehessen tenni. A másik nagy probléma pedig addig kevergessük ezt a felső réteget, hogy még azt a kevés csapadékot is elpárologtatjuk belőle, ami volt. A vetéssel jó ütemben haladtak a gazdák, mivel időben el lehetett kezdeni a munkálatokat. A napraforgóval például már végeztek is, azonban vannak olyan kukoricák, amelyeket csak azért nem vethetnek el, mert a homokos területeken a szeles idő miatt tartani lehet tőle, hogy eső hiányában ki sem kelnének a magok. A kalászosoknak is nagyon hiányzik. Még szerencsére, aki korán kiszólt a műtrágyát, azoknak volt is annyi csapadék, hogy a műtrágyát fel tudja vetni, de akik később szólták ki, az se tudott hasznosulni, úgyhogy most nagyon nagy igény lenne a csapadékra. Sajnos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem szaporodott el így az öntöző területek, 1 méter öntöző csatorna sincs a megyében. Pedig az egyenletes sarjadáshoz, egyenletes csapadékra vagy öntözővíz utánpótlásra lenne szükség, tette hozzá Rácz Imre. Évek óta problémát okoz a tavaszi szárazság, azonban az öntözés, a víz visszatartás, illetve a csatornákon keresztüli öntözés továbbra sem megoldott a megyében, mondta el az Agrárkamara helyi elnöke.